Elfogadták a kolozsvári metró megvalósíthatósági tanulmányát. A határozat tervezetet rendkívüli tanácsülés keretében ismertette a tervező cég munkatársa, majd 24 támogató és 2 ellenszavazattal elfogadta a helyi tanács. A teljes metróvonal várhatóan 10 év alatt készülhet el. Így fog kinézni a majdani kolozsvári metróvonal. A látványterveket a tegnapi rendkívüli tanácsülés után tette közzé Kolozsvár polgármestere. A 150-est a kolozsvári Maröstérrel összekötő metróvonal megvalósíthatósági tanulmányát a héten hagyta jóvá a helyi tanács. A dokumentum szerint a metróvonal 21 km hosszú lesz, 150-esen 6,3 km-es, Kolozsváron pedig 14,7 km-es szakasz épül, és 19 megállója lesz. A tanácsülés elején Emil Bok polgármester kiemelte, a metróépítés ötlete már a 2000-es évek elején megfogalmazódott, de 2016 óta foglalkozik az önkormányzat komolyabban a projekttel. A metróvonal kiépítésével javulni fog az életminőség Kolozsváron, hangsúlyozta. A metró az, ami beruházásokat hoz, a tömegközlekedési eszközök tekintetében jó árat, egészséget és jövőt a helyi közösségnek, és megszünteti a dugót, mert ez nyilván megengedi majd, hogy sétálóövezeteket alakítsunk ki, hogy fejlesszük a gazdaságot és sok más olyan aspektust, ami az életminőséget illeti. A metróvonal megépítése több mint 2 milliárd euróba kerül, a megvalósításra 128 hónap áll rendelkezésre. Ebből az előzetes tervezési időszak már lejárt, a licit időszaka jövő év decemberig tart. A kivitelezésre egy 96 hónap jut, tehát legkorábban 2030 végére lesz működőképes a kolozsvári metró. A projektet a nagy infrastruktúrális beruházások program, a szállítási operatív program és az országos helyreállítási terv révén EU-s forrásokból, a szállításügyi tárcától származó kormányzati forrásokból, illetve a 150-es és kolozsvári önkormányzatok saját forrásaikból finanszírozzák.